Sziasztok! Ez itt a Mondj Igent a fotósra, én Ricsi vagyok. Én pedig Zoli. Itt vagyunk Demjénben, Eger mellett. Zolival úgy döntöttünk, hogy megkímélünk benneteket 2,5 percnyi M6-os, illetve M3-os autópálya vágóképtől. Ma Anita és Norvi esküvői kreatív képeit fogjuk elkészíteni, holnap pedig az esküvőjüket fotózzuk itt az Egri Korona Borházban. Nagyon klassz a hely, nagyon kedvesek a helyiek, rögtön kávéval és üdítővel kínáltak minket, amit mi diszkréten hárítottunk, ugyanis kávéztünk és üdítőztünk idefelé jövet, úgyhogy most megvárjuk a párt, és akkor nekiállunk velük fotózni, kitaláljuk, hogy merre menjünk. Őlegényt, itt van Norbi. Hello. Mindjárt csinálunk egy rögtönzött first lookot, aztán meg elmegyünk fotózni. Kicsit próbálunk némi őszi feelinget vinni ebbe a fotózásba, és tekintve, hogy... Igen, ha már szeptember van, és tekintve, hogy eléggé nagy volt a szárazság, megkértem Zolit, hogy keressen nem vizes leveleket. Igen, pedig ezt nem tettem hozzá, de most mondom. When I seems lost, I'd your strength. Then I cry, then I feel pain. Why do I suffer so much? I would love to feel your touch. Baby, I'm not going to go. Egész klasszul elfogyott a fényünk, amit itt láttok, az már itt a felkapcsolt lámpáknak a fényei. Úgyhogy most visszamegyünk Demjénbe. És az Egri Korona Borház pincéjében fogunk még fotózni. Az direkt a végére hagytuk, mert hogy ott már ugye mindegy, hogy mi a helyzet, és Norbi a vőlegény. Szombat kora délután van. A tegnapi esti pincés fotózás az már elmaradt, mert Anita egy kicsit fáradt volt már, ő nagyon izgult és nem aludt túl sokat a tegnapi nap előtt, úgyhogy reméljük, hogy már ki tudta pihenni magát. Mi még elmentünk este és megnéztük a barlangfürdőt, ha már így ráértünk és volt egy pici szabadidőnk. Amúgy elég klassz, meg ettünk egy napraforgó étteremben, amit mindenkinek jó szívvel ajánlunk, és most megkeressük a párt és elkezdjük fotózni a készülődésüket. Zajlik a készülődés, ideért közben Máté is, felöltöztettük Norbit, megnéztük a helyszíneket, kijelöltük a csoportképeki helyszínét, kijelöltük a csillagszórós alagutazásnak a helyszínét, szóval benéztünk Mátéval is mindent, és hamarosan elkezdjük felöltöztetni a Anitát, hogy aztán Máté megtartsa a szertartást, és elkezdődjön a budi. Ahogy látjátok, van egy pici eső, ez el fog menni, ez nem marad itt, ez nem van beszélve, úgyhogy meg egyébként is akkor kell házasodni, amikor jól esik. És el is állt az eső, ahogy ezt megjósoltam. Nem akarom azt mondani, hogy én megmondtam, de én megmondtam. Kedves Anita és Norbi, kedves családtagok, kedves vendégek, önöktől elnézést kérek, majdnem végig háttal leszek, viszont ők a lényeg, őket tessék nézni. Azért vagyunk ma itt, hogy tanulni lehessünk, ahogy megerősítitek lassan 3 éve tartó kapcsolatotokat. Amikor ezt az igent mondjátok, majd lehet ám akkor is mosolyogni, pont mint a lánykéréses igennél. Anita ugyanis nem értette teljesen a történetet, azt hitte, hogy viccel Norbi, úgyhogy elnevette, így meg Norbi se tudott komoly maradni. Ez most egy fontos, de annyira nem komoly esemény, hogy lehet mosolyogni. Mi pedig veletek és nektek örülünk. Mielőtt azonban a lényegi részletére
Anita, megkérdeztem Norbit, hogy mit szeret benned. Ezeket válaszolta. Szereti, amikor sminkeled magad a fürdőben, olyankor nagyon cuki vagy. Szereti, amikor meglátsz egy kis kutyát, és teljesen megbolondulsz érte. Szereti, hogy minden kis aranyos dolgon el tudsz érzékenyülni. Norbi nem úszol meg, Anitát is megkérdeztem, hogy mit szeret benned. Törekszel arra, hogy fejlődj. Szereti a humorérzékedet, ami mellett azért nagyon becsületes és sokkal okos is vagy. És sosem haragszol rá. Sosem. A kérdés, amire határozott és jól érthető választ várunk, az így szól. Forduljatok egymás felé, mert én kérdezek, de egymásnak mondjátok. Norbi megerősített, hogy Anitát feleségül szeretnéd lenni? Anita megerősített, hogy Norbi felesége szeretnél lenni? Köszönöm, így sokkal könnyebb lesz befejezni a szertartást. Kedves házaspár! Kívánom nektek, hogy a mai nap öröme és boldogsága kísérje házasságotok napjait. Kívánom, hogy mindazt érjétek el közös életetekben, amire vágytok, amit elterveztetek. Túrázzatok sokat barátokkal, edzetek jókat, te együtt. Sikerüljön megszerezni az ideális családi házat, kerttel a gyereknek, meg a kutyának. A gyerekek és a kutyák száma még megbeszélés tárgya. Legyen néha időtök kiszakadni a világból, és csak egymásra figyelni mindenféle zavaró tényező nélkül. Ha pedig mottót vagy célt kerestek a karrierhez, élethez, jusson eszetekbe Billy Kimber mondása, amit egy füstös birminghami kocsmában hangzottak el, miután golyót repített a plafonba. Senki nem dolgozik velem, az emberek nekem dolgoznak. A gratulációk, most megyünk és megkészítjük a csoportképeket. Máté nagyon szép szertartást tartotta, hogy mindig csak ajánlani tudom nektek. Ami azért lesz, mert ezek a képek fontosak a vendégeknek elsősorban. Köszöntünk a pártól. Mindenünk lemerült. Mindenünk lemerült. Kicsivel egy óra előtt vagyunk, elköszöntünk a pártól, sok boldogságot kívántunk nekik. Ami egyébként kimaradt ebből a videóból eddig, az az, hogy én hogyan ismertem meg Norbit, és
ez csak egy gyors kitérőt tennék ebbe az irányba. 20-25 évvel ezelőtt, de mondjuk 20 évvel ezelőtt. 20 évvel ezelőtt egész éjszakákat játszottunk át a Call of Duty nevű online játékkal Norbival, és így ismertük meg egymást, és most itt voltam az esküvőjén fotósként. Úgyhogy ez megint egy ilyen érdekes sztori. Nem tudok belekötni a maiba. Nagyon jó volt a szertartás, nagyon jó volt a buli, nagyon jó volt a helyszín. Külön kiemelném a DJ-t, aki nagyon nagy bulit csinált. A NASZ népet, akik ezt szerintem így külön is megérdemelnének egy tapsot, mert hatalmas volt a buli, amit csináltak. Úgyhogy Anita, Norbi, sok-sok boldogságot és minden jóba jó sokat kívánunk nektek. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Tartsatok velünk a legközelebb is. Sziasztok! We'll be right back.